A családok legnagyobb örömére folytatódott a hétvégén a Bátaszéki nyárvégi esték programsorozata. Babamama klub, kézműves foglalkozás, ugrálóvár és palacsinta parti várta a kisgyermekeseket a Petőfi Sándor művelődési házban. Néhány héttel ezelőtt kezdődött a zsibvásárral, aztán kimentünk a Bézigheim játszótérre, ahol a Pántlika zenekar volt a vendégünk. A múlt hét is eléggé mozgalmasra sikeredett, akkor a Medinai Tambura zenekar zenélt a piac téren, illetve egy egészen egyedülálló és fantasztikus hangulatú tűzzsonglőr produkcióval zártuk akkor az estét, és akkor elhatároztuk, hogy a következő hétvégén, azaz a main, leginkább a gyerkőcöknek szeretnénk és a családoknak kedvezni. Most a helyszín a Petőfi Sándor művelődési ház, hátul ingyenes ugrálóvárral, elől az udvar elejében most éppenséggel palacsinta és waffelpartival, azon kívül pedig kézműves foglalkozással és játékokkal várjuk a gyerkőcöket, és pár percen belül kezdődik a színháztermünkben a Grimaszk Bábszínház interaktív gyermekműsora. Berendeztük kicsit szellősebben a termet egyébként az elvárásoknak és az eljárásnak megfelelően, és bízunk abban, hogy ez is jó hangulatú lesz, mint ahogy az előző hétvégék is. A visszajelzés az nagyon jó, az az igazság, hogy azért a hátunk mögött van egy olyan cirka 6 hónap, amikor nem nagyon lehetett vagy tudtak kimozdulni senki, se a fiatalok, se az idősek, se az egyedülállók, se a családosok, és ezek a találkozási lehetőségek azt gondolom, hogy kellettek már nagyon az embereknek, ezért nagyon pozitív a visszajelzés. Általában nem csak Bátaszékről, de környező városokból, falvakból is érkeznek a népszerű programokra. Nyilván meghirdetjük a webes felületeinken, kihasználjuk a lehetőségeket, és természetesen nem zárkózunk el. Érdekes volt számunkra az is, hogy múlt héten például jöttek Bajáról, Szekszárdról, Sárpirisről jött át például több család, hogy a fafaragást kipróbálják Törő Gyuri bácsival, vagy Kovács Gábor muzsikus barátunkkal különböző háztartási hulladékokból készítsenek zeneszerszámokat. Ez érdekes. Nyilvánvalóan nem is szeretnénk bezárni magunkat ebbe a városba, vagy a programok tekintetében sem, de azért leginkább nyilvánvalóan a bátaszékiek jönnek el, de bennünket egyáltalán nem zavar, sőt, hogyha máshonnan jönnek, vagy érkeznek hozzánk. A Grimaszk Bábszínház pedig Pécs mellől érkezett. Komor László szinte minden évben ellátogat a településre, hogy elhozzon egy előadást, megmozgassa és megnevettesse a gyerekeket. A produkcióknak kicsik és nagyok körében egyaránt nagy sikerük van. Egyrészt a felnőttnek még vannak emlékei, és a felnőtt ugye azért még szeretne titkon gyerek lenni, és szeretne még titkon játszani, és ezért nagyon boldogan elviszi a gyereket Bábszínházba. Ott, ahol ugye ő már érti a mögöttes tartalmakat is, a gyerekek meg rácsodálkoznak erre a csodálatos világra, amit nem lehet átkapcsolni. Nem lehet egy másik csatornára váltani, nem lehet megállítani, nem lehet tovább pörgetni, hanem ez élőbe zajlik. És ez az élő színháznak a varázsa, ami szerintem minden gyerek számára borzasztóan szükséges lenne, hiszen így lesznek majd ők olyan felnőttek, akik majd szintén el fogják vinni a saját kis csemetéjüket a Bábszínházba. Hát a gyerekek egyrészt ugye nagyon szeretik magát a figurákat, magát, és ugyanakkor nagyon szeretik azokat a mozgalmas jeleneteket. Tehát én most már hosszú évek tapasztalatával tudom, hogy tehát egy olyan előadást, ami mit tudom én, akár a 90-es években csodálatosan lement, azt már a mai gyerekek ebben a felgyorsult világban nem tudják kivárni. Nem tudják kivárni, és tényleg akkor nekik kellenek. És például ők nagyon szeretik ezeket a ilyen apró kis klipekből idézőjelben összeállított zenés show műsorokat, ahol igazándiból ugye nem 50 percet kell feszülten figyelni arra, hogy megtudjuk, hogy na most akkor a farkas megette a nagymamát, vagy nem ette meg, hanem itt apró kis történetecskék vannak, vidámak, szórakoztatóak, és hogyha ők ebben részt is vehetnek, na hát akkor az számukra egy csodavilág. Bátaszékre mindig boldogan jövök, mert itt olyan kis közönség van, akik veszik az én poénjaimat, az én látásmódomat szeretik, és ezáltal ők is jól szórakoztak, meg én is. Ja nem én, a brenyuszkák szépek ott. Mondom, hogy nem én. A békák szépek... Mit akar ez tőlem? Remélem nem tévesztett össze valakivel. Oh!
Jaj, hova kerültünk? Csak nem egy béka diszkó, only sekélyes szórakozás. Tánci van, Brenyuszkáig. Vigyázz! Nagyon jó! Tök jó a frizurát. Jaj, miért szólok neki? Ez az! Hónap valami, fúj! Fúj! A következő hétvégén is folytatódnak a programok Bátaszéken, szombaton például pörkölt főzésre várják a lakosokat, de őszi gyereknapot is tartanak majd.